Három konzorcium szállt versenybe a kormány által kiírt autópálya üzemeltetési koncesszióért, írja a 24.hu. A Giga üzlet keretében a nyertes 35 éven keresztül üzemeltetné és fejlesztené az úthálózatot. A stúdióban Komlódi Gábor és Szakonyi Péter. Jó estét kívánok, szervusztok! Autópálya koncesszió. Erről nagyon sommásan azt szokta mondani az ellenzék az elmúlt pár napban, amióta erről igazán sok mindent lehet már tudni, hogy ez korábban sem volt jó üzlet, amikor az M5-öst, M6-ost koncesszióban építette a magyar állam. Irgalmatlan pénzbe került, és igazából most is csak fizetünk érte. Miért akarjuk azt, amink van, odaadni másnak, hogy utána más keressen pénzt, és változatlanul mi fizessünk érte? Ki érti ezt? Nagy pedig nagyon egyszerű a matek. Ha és akkor az Európai Unió megvonja a támogatást a felújítási alapból, Magyarország nem kap pénzt, akkor valahonnan kell pénz. Valahonnan kell pénz a választási előkészületekre, a választási kampányra, és ha nyer a Fidesz, akkor a további munkájukra. Tehát az a néhány száz milliárd forint, amit így kaszírozna a kormány, az pont erre elég. Kitolja az időt a baj előtt, hogyha esetleg baj lenne? Ez a B-terv. Igen. Na jó, de ennyi erővel akkor a Lánchíd is eladó a régi vicc szerint. Hát még az is lehet. A kérdés úgy fordít, tehát értem a kérdést, csak ugye az egyes szám többes szám meg, hogy kik is ezek a mi és ki az a ti, tehát hogy kinek jó ez. Nekünk hármunknak azt tudom mondani, hogy nagy valószínűsége nem jó, de a kormánynak egyfelől emiatt, amit az előbb elhangzott, jó, másfelől pedig ugye ezeknél a beruházásoknál van a másik végén egy nyertes, tehát nem csak a kormány bevételi oldalon nyertes, és aztán abból választási ígéreteit tudja megvalósítani, amit még sem tett, hanem ugye a másik végén vannak azok a vállalkozók, akiket a továbbiakban is nyilvánvalóan erősíteni áll szándékában a kormánynak. Jó, de mondod te és mi, vagy ki és igen. Ti és ők. Szóval most jön Lencsi Baba a mesében, vagy Elis Csoda országban. Szóval olyan nincs, hogy a kormánynak jó, és nekem nem. Ja. Mert olyan nem lehet egy normális országban, hogy a kormánynak jó, és nekem az ő polgárának pedig nem jó. De azért lehet, itt minden lehet. Én mondom, hogy Lencsi Baba a mesében, persze. De mondok még egy fontos dolgot. Tehát a pénz tezaurálás az egyik. A másik szintén egy nagyon fontos dolog a kormánynak, mégpedig az, hogyha ezt kiszervezi, koncesszióba adja, akkor az autópálya építések költségei az erre felvett hitelek nem növelik a hiányt. Tehát ugye az hiány most elszaladt. Miért akkor ki fogja építeni az új autópályát? Hát a koncesszor fogja építeni. És ha nem akarja? Hát olyan nincs. Hát ha nincsen éppen pénze, azt mondja. De ő vállal valamit. Hát persze. Vállal valamit, kifizet egy díjat, és ezért egy úgynevezett rendelkezésre állási díjat fog azt kapni. Aztán szerződést módosít, tehát hogyha a kormánynak jó, nekem nem, akkor bármikor szerződést módosít. Persze, én a kiinduló pontról beszélek. Tehát akkor könnyebben vissza lehet terelni az országot a 3% alatti szintre. Most ugye 6-7% körül van, az unió most engedékeny a pandémiáról való tekintette, de ez előbb-utóbb követelmény lesz ismét a 3%-os hiány. Engem az picit zavar, sok egyéb mellett, hogy a kormánynak a kommunikációja, és nem csak a kommunikációja, hanem a cselekvése is, az mindig aszerint alakul, ami éppen az érdeke, ez megint elválik az enyémtől, személyesen az enyémtől gyakorta, és ez önmagában nem lenne meglepő, de mi meg mindig úgy csinálunk, mintha nem lett volna előtte, vagy nem nézünk vissza. Mi is, de én is gondolok, hogy sokáig kellett azt hallgatnunk, hogy az állam mennyire jó gazda, most mennyire értünk ezzel egyet, vagy mennyire nem, ez egy másik kérdés, de hogy a Fidesznek a gazdaságpolitikai, meg államirányítási szempontjai ezek köré szerveződtek, hogy ugye amit lehet... Az áramellátást, de akár az iskoláknak, a szemétszállítást, és minden más, az állam a jó gazda. Így van, tehát eddig ezt hallgattuk. Most meg milyen érdekes, hogy van egy olyan terület, ahol azért 35 éven keresztül meghatározza egyébként a magyarok létezését, mert hogyha azt mondjuk, ugye, hogy a koncesszor fog majd valamilyen módon autópályát építeni, akkor ne felejtsük el, hogy ez a koncesszor, aki majd akkor fölveszi ezt a hitelt, akkor nagy valószínűséggel olyan gazdasági feltételek mellett akarja azt visszahozni, azt a pénzt, aminek majd mi fogjuk meginni a levét, mert nyilvánvalóan az autópálya használati díj az akként fog alakulni, hogy ez neki rentábilis legyen. Tehát, hogy most meg érdekes módon egy ilyen helyen, ahol mondjuk egy nagy fejős tehén kezd kialakulni, vagy lehet 35 éven keresztül, itt már nem olyan jó gazda az állam, amit már sokkal jobb gazdag, amit most felsellenni látszik ugye egy szálként, a Mészáros Lőrinc valamelyik gazdasági köre. Ugye saját tőkét ír elő a koncesszor, számára az állam 53 milliárd forint
tudni saját tőkével kell rendelkezni. Jelentkezett egy KFTS számomra például meglepő, meg jelentkezett a Strabag, ami nem meglepő, megjelentkezett a Mészáros Lőrinchez köthető cégek köre, amint te meg biztos nem fogsz meglepődni, mert a leggazdagabb magyarokkal foglalkozol. Szóval úgy nekem egy kicsikét furcsa, mint hogyha ugyanazok az emberek kerülnének elő minden ilyen ügyben. Hát ők vannak. Ha ez akkora üzlet, akkor mi nem ugranak rá angolok, amerikaiak, franciák, svédek, mit tudom én kik? Hát választások előtt állunk, ez ne feledd el. December 31-ig le akarják zavarni az egész folyamatot, alá akarják írni a szerződést. Na de mi van, hogyha jövő májusban egy új kormány áll fel? Akkor nem biztos, hogy ezt a koncesziószerződést érvénybe hagyják. Hát egy befektető a biztonságot és a profitot. A kettőt együtt keresi. Hát olyanban nem fog investálni, ahol van egy kockázat. Nem is értem igazából emiatt a kormánynak ezt a nagy sietségét, hogy miért kell mindenképpen december 30. De most mondtad el, hogy miért. Igen. Ha a te hipotézised megalapozott. Én a befektető, tehát egy piaci befektető szempontjából nem értem, nem a Fidesz vagy a kormány önös érdekéből, mert onnan érthető. Azt mondja az ellenzék, fordulok a jogászhoz, hogy semmi baj csinálják, csak az Európai Unió is elkasszálja, meg hogyha nem kasszálja el, akkor majd mi, ha nyerünk. De ez így megy. Ez az, amit ugye nem tudunk. Ugye egy mondat elég, ha visszautalhatok, hogy a Karácsony Gergely, amikor kikérte a Fudan Egyetemmel összefüggő szerződéseket, és akkor kapott egy 4 oldalas valamit, amiből 4,5 oldal ki van takarva. Tehát itt sem tudjuk, hogy milyen szerződési feltételek lesznek, hogy milyen kártérítési igények lehetnek, milyen kötbér van, tehát erről fogalmunk nincsen. És lehet, igen, elképzelhető, hogy lesz olyan módszer, amivel egyébként ezeket az ember, mert azért nem gondolom, akár Mészáros Lőrincről, akár a Strabagról, hogy belemegy egy olyan pályázatba, akár finanszírozza is akármilyen módon, hogy azt bizonytalan tényezőt, bármit is belemerne tenni. Tehát ezt azért nem gondolom. Viszont egy dolgot muszáj hozzátennem, a szabad, hogy megnézzük ezt, ahol most elhangzott, hogy nagyon akarja a kormány, most megvannak ezek a jelentkezők, látjuk azt, hogy milyen pénz van benne és milyen lehetőségek. És ahogyan az előbb elhangzott, valóban ugyanazok a körök, ugyanazok a személyek kerülnek elő állandóan, és közben mellé rakjuk azt a pár nappal ezelőtt írt, amikor a KKV-knak 4 percre sikerült megnyitni azt a pályázatot, ahol a kis és középvállalkozásokat Magyarországon segíteni fel akarolni szerette volna a kormány legalábbis a kommunikációja szerint, és ember nincsen, aki meg tudná mondani, hogy azon ki tudott érdemben részt venni, akkor azt gondolom, hogy valami nincsen jól, valami nincsen a helyén. És akkor, amikor az előbb azt beszéltük, hogy ki a mi és ki a ti, akkor én azt szeretném egy olyan országban élni, ahol a mi az a kis és középvállalkozók, akik mindannyian vagyunk, és nem az oligarchák, akikről eddig azt mondta a kormány, hogy ellenük lép fel, hanem ezek a kis és középvállalkozók, akiket segítik, és nem 4 másodperc. Nemzeti nagytőkések. Nemzeti nagytőkéseket szereti a kormány, az oligarchákat nem szereti, főleg a külföldiek, legalábbis így volt még régen. Lehet, hogy lemaradtam egy brossúrával. Arról mit gondoltak? Ezt kérdeztem a Jobbik frakcióvezető helyettesétől. Ő azt mondta, hogy ez a kormánynak kínos, hogy Szijjártó Péter a CNN-en azzal védi meg a kormányzat pedofil törvényét, hogy na de hát a Jobbik is, hát a legnagyobb ellenzéki párt. Tehát akkor miért bántotok minket? Ebben szinte konszenzus van. Hát ez teljesen jogos. Ez a jobb, ennek a sarát a Jobbiknak kell elvinni. Együtt szavazott a Fidesszel, és ezzel tálcán kínálta a lehetőséget a kormánynak azt mondani, hogy hát de kérem, hát itt nemzeti egyetértés van egy ilyen szégyenletes törvényre. És hiába mondják, hiába próbálják cizellálni, finomítani, igen, de hogy mi nem erre szavaztunk meg ennek csak egy részére, a szavazási eredmény egyértelmű. Naívak voltak, ami a Jobbik esetében furcsa lenne, de mégis. Tehát feltételezték azt, hogy ezzel egyszer nem fog visszaélni a kormányzat? Szerintem nagyon, tehát ugye emlékezzünk, hogy tehát kronológiailag mi történt, tehát volt a pedofil törvénynek nevezett törvénycsomag, ami különböző... Teljes politikai egyetértésben. Igen, és az nagyjából nem sokat változott, most az, hogy ennek mennyi jogi novumot tartalmazott, ez most mindegy, és az utolsó pillanatban a Törvényalkotási Bizottság elé 2-3 mondat bekerült, ami ugye ez az inkriminált, ami valóban egyfelől ugye a normavilágosság elvével is összeütközik, hiszen nem nagyon értjük, hogy pontosan mit értenek az alatt, hogy népszerűsítése a homoszexualitásnak, másfelől pedig valóban azt az aljasságot követi el, hogy összemossa a pedofiliát, mintha oksági összefüggés lenne a homoszexualitás és a pedofilia között, de
és ez egy hirtelen dolog volt, és erre kellett a Jobbiknak hirtelen reagálni, és nem jól döntött. Tehát nem akarom őket menteni, nem jól döntöttek, és ennek, ahogyan ezt elhangzott, ennek a sarát, ezt lapátolniuk kell. De azért tegyük már hozzá azt is, hogy azért az milyen dimenzióban állja meg a helyét az a mondat, hogyha fölkérdeznek valakit, hogy figyelj már, nálatok miért van olyan törvény, ami összemossa, tehát egy ilyen középkori őrülettel összemossa a homoszexualitást a pedofiliával, akkor azt mondja, hát de a Jobbik is megszavazta. Tehát hogy azért ez egy adekvát választ, tehát azért azt gondolom, hogy ez se teljesen normális. Arra legyen már egy észérve, mondja azt, hogy ez nem így van, függetlenül a Jobbiktól. Azt mondta, egyébként azt mondta. Oké, de aki elolvasta, azt tudja, hogy ez így van. Köszönöm szépen nektek. Köszönöm. Nézőknek meg a figyelmet, jön Jakub Csagabi műsorra, még híradót is láthatnak ma este itt az ATV-ben. Töltsék kellemesen az estét, én pedig holnap este ismét várom önöket. Viszontlátásra.